lassan levonul az árvíz Magyarországról déli irányban. Miniszterelnök úr ma délelőtt Dunaszekcsőn a déli határ közelében ellenőrizte a védekezést. Közvetlen veszély elhárításának 12. napja. Kicsivel Mohács fölött Dunaszekcsőn vagyunk. Mohácson egy állandó védelmi rendszert építettünk ki, korábban ott ideglenes védművekre nem is volt szükség. Dunaszekcső egy másik kávéház, itt azért vannak olyan szakaszok, amelyeket ideglenes védművel kellett megvédeni. Hétfő éjjel, kedd reggel kezdték a munkát, péntekre végeztek, gyakorlatilag péntek óta a település biztonságban van. Rendőrök, katasztrófavédelmisek és a vízügyesek összeműködésének eredményeképpen Dunaszekcső néhány pincét leszámítva teljes biztonságban van, szárazon maradt. Ez az utolsó nap, kísérjük az árhullámot, itt tetőzik, itt folyik el a szemünk előtt. Nem sokára eléri Mohácsot, és utána elhagyja Magyarországot. Mindannyian megkönnyebbülhetünk a 2024-es nagy dunai árvizet, Magyarország kivétel. Stúdióban pedig üdvözlöm Müller Cecília országos tisztifőröst, kezét csokolom. Jó napot kívánok! Az egy jó hír, hogy elment az árhullám, de hát ott rengeteg tennivaló van utána, és engedjenek, hogy egy friss dologra kérdezek rá. Tegnap esti adásunkban kapcsoltuk a Dunabogdányi polgármestert, ahol ugye gond volt az ivóvízzel, nem volt szabad inni belőle. Milyen teendők vannak ilyenkor? Mit kell csinálni, hogyha az ember mondjuk a kutakat, a vizet, az ivóvíz hálózatot tisztán meg akarja tisztítani? Már az árvíz megérkezését megelőzően is van számos teendőnk, és ilyenkor a levonuláskor újra rengeteg teendőnk van, ami közegészségügyi szempontból nagyon fontos. Konkrétan a Dunabogdányi esetre rátérve, előzetesen mi ellenőriztettük a 31 vízbázist, ami a Duna mentén helyezkedik el, számos kúttal. Ezeket a felépítményeket igyekeztek technikailag mindennel megóvni az árvíz elől. Mégis az a hatalmas nyomás, ami ilyenkor ránehezedik ezekre a kutakra, illetve jellemzően csápos kutaknak a csápjaira, ami a szűrést biztosítja alapvetően az ivóvíz minőség számára. Ezek is olyan fokozott terhelés alatt vannak, illetve bármi érheti a Dunavízből ezeket a létesítményeket is. Úgyhogy a leggondosabb kezelés mellett is előfordulhat probléma az ivóvízzel. Ezért rendeltem el, hogy minden nap ellenőrizzük a kutaknak a vizét, és gyakorlatilag egy megelőző jelleggel ideje korán értesüljünk, hogyha bármi probléma van. Ez történt Dunabogdányban is. A mikrobiológiai paraméterek azok még megfelelőek voltak, tehát kórokozó baktériumot nem is találtunk még a vízben, azonban az algák elszaporodása az egyfajta indikátor, arra egy jelzőértékű, hogy feltételezzük, hogy mégiscsak valamilyen fertőzési lehetőség, egy kockázat áll fenn, és ezért óvatosságból arra kértük a vízszolgáltatót, hogy lajtos kocsin, illetve a csecsemők, gyermekek számára pedig palackozott vizet biztosítson. A lakosság figyelmét meg ilyenkor természetesen felhívjuk arra, hogy legfeljebb forralást követően használják főzésre a vizet, de az a legjobb, hogyha nem erre a célra nem, hanem csak használati vízként használják. Ilyenkor egy fertőtlenítés indul, és azt követően még számos vízvizsgálati minta, egyrészt a szolgáltató részéről, másrészt pedig a hatóság is mintát vesz, és amikor megnyugtatóan rendeződik a víz minőség, akkor természetesen a szolgáltatást visszakapcsolják. Milyen teendői vannak azoknak, akiknek a garázsát, nyaralóját, házát, kiskertjét elöntötte ez a bizonyos árvíz? Azt tudjuk, hogy rengeteg szennyeződést hordoz magával, biztos, hogy van mit csinálni. Hát igen, ugye a legelső dolog azt a rengeteg hordalékot, amit a Dunavíz magával hozott, azt valahogyan meg kell szabadulni tőle, meg kell tisztítani a portánkat.
Ebben nagyon sok minden lehet, úgyhogy kellő óvatossággal kell ezt a munkát is végezni, védőfelszerelésben természetesen, hiszen maga a Dunavíz hordaléka is nagyon sok kórokozót hozhat magával, és akkor nem beszélünk még a balesetveszélyről, éles tárgyak, egyebek, tehát nagyon óvatosan kell elkezdeni a tisztítást. Ezeket akár csoportosítani is, hiszen vannak köztük esetleg olyan tárgyak, amit szeretnénk még megmenteni és fertőtlenítést követően használni. Ugyanakkor ez óvatosságra intek mindenkit, hiszen fahordalék, éles eszközök, minden van, és alatta meg rengeteg iszap. Most az iszap is tartalmaz nagyon sok kórokozót, ugye ez egy gazdag élővilág, amit az iszapban találunk, ugyanakkor nagyon sok emberre káros kórokozó, úgy mondjuk, hogy humán patogén szerepel benne, és ezek elsősorban gyomorbél hurutos megbetegedéseket okoznak, baktériumok, de halljuk a szomszédos érintett országokból is, hogy fertőző májgyulladás ellen, a hepatitis A ellen oltanak. Magyarországon erre nincsen szükség. Elég-e az, hogyha valaki arra számít, hogy kipakolja mondjuk az elázott bútorokat, ruhákat, függönyöket, és majd a napsütés fertőtleníti, vagy jobb az, hogyha valami jó erős fertőtlenítővel lemossuk a falakat és padlókat? A lakóteret azt mindenképpen fertőtleníteni kell. Az a közvetlen közelünkben lévő tárgyaknak a használatáról szól. Tehát miután megtisztítottuk az iszaptól a belső tereket, utána át kell vizsgálni a bútorokat, használati tárgyakat, és amennyiben ezek még megmenthetők, és nem ivódtak át teljes mértékben, gondoljunk egy kárpitos bútorra, amit igen nehéz tisztítani, és mindenképpen először ezeket ki kell szárítani. Utána lehet látni, hogy mi a teendő vele, és ha meg akarjuk tartani, akkor fertőtleníteni szükséges. Számos fertőtlenítőszer áll rendelkezésre. A legegyszerűbb és leginkább hatékony a klórtartalmú fertőtlenítőszerek, akár a mész, akár a hipó. Most vannak olyan tárgyak, amik ugye nem bírják ezt az agresszív fertőtlenítőszert, akkor más egyéb típusú, de mindenképpen engedélyezett, az NNGK által engedélyezett fertőtlenítőszert kell használni. Összeállítottunk mi egy lakossági tájékoztatót, és ki is helyeztük a honlapunkra, valamint elküldtük a járási hivatalokba, illetve az érintett települések polgármestereinek, 54 településünk érintett egyébként, de ha még ezen információkon túl egyéb saját portára szóló kérdése akad valakinek, akkor tudja hívni a 1812-es 024 órában működő call centerünket az NNGK-ban, és közvetlenül tudnak a kollégáim segíteni. Kérdésem nekem is van. Kisgyereket, kiskutyát a kertbe vagy oda az ártére, ahol víz volt, ahol iszap volt, hordalék volt, mikor lehet oda engedni? Meg kell várnunk, míg kiszárad a terület, és az áldott napfény segít nekünk. Most éppen egy picit beborult a mai napon, de abban bízunk, hogy a napfény nem csak szárít, hanem az ultraibolya sugarai egy fertőtlenítő hatással is bírnak. Tehát a saját portát intenzív, klórmeszes fertőtlenítésnek nem kell alávetni. Gyakorlatilag a természet megoldja, ez tisztul. Én türelmet kérek mindenkitől, azért egy-két hetet mindenképpen érdemes várni, hogy ebben az udvarban bármilyen tevékenységet is végezzen valaki. Ha valaki úgy gondolta, hogy megfog egy kis árvizet, akár egy föld alatti tárolóba, vagy szivattyúval elrakott magának, szabad ezt felhasználni öntözésre, mondjuk, egy kicsivel ki? Most nem kell öntözni, még nyilván, ahol víz volt, de majd két hét múlva három. Semmiképpen nem javaslom.
ez egy fertőzött közegnek tekintendő, és hogyha pang ez a víz, sokáig egy helyben áll, akkor még inkább alkalmat adunk a baktériumokra, az elszaporodásra, tehát ezeket a vizeket ne használjuk semmire. Tehát ez nem esővíz. Egészen más így van, mint az esővíz, amit esővizes hordókban összegyűjtünk azért, mert egy lágy víz, és tulajdonképpen még a nagymamáink használták ezt mosásra, éppen a lágysága miatt, de ez a kettő, ez teljesen különböző, úgyhogy árvizet, dunavizet nem szabad használni. Milyen teendő azokkal a homokzsákokkal, itt az adásban is többször beszéltünk róla. Ugye az, amelyik nem érintkezett a folyóvízzel, az oké, azt el lehet használni, de amelyik igen. És arról itt többen is elmondták itt a műsorban is, hogy az bizony veszélyes hulladéknak minősül. A zsák is, meg a homok is benne. Mit lehet akkor vele csinálni? Ezt is még két részre bontanám, ami érintkezett a Dunavizével. Ott a homok, ami csak az árvízzel, a Dunavizével érintkezett, abból a homokot ki lehet teríteni, és ugyancsak a napfény hatására tulajdonképpen ott egy száradás következik be, bizonyos fokú fertőtlenítés is, és építőiparban, építési célokra ez felhasználható. Ugyancsak a zsák, mert hogyha kiszáradást követően hulladékot, építési hulladékot lehet bele gyűjteni. Ugyanakkor van a zsákoknak egy olyan része, ahol minden gondos előkészítés ellenére szennyvízzel is érintkezett, és ezt tudjuk, hogy mely helyek ezek. Ezeket nem szabad már felhasználni, a zsák az veszélyes hulladékként megsemmisítendő, és a homokot legfeljebb hulladéklerakóknak a takarására lehet használni. Tehát akkor erre nagyon szigorúan tilos vele bármilyen ötletet megvalósítani? Nem javaslom semmiképpen, mindenképpen egy fertőző forrást jelent, és egy többletkockázatot. Tetszett említeni azt, hogy most nem süt a nap, tehát a fertőtlenítés szempontjából nem annyira ideális az időjárás. De ha most elered az eső, egy picit itt Pesten szemerkél is, az most segít vagy ront a helyzeten? Hát igazából hiányzik a napfény, tehát ilyen szempontból mindenképpen ront a helyzeten. Hosszabb ideig száradnak meg a holmik kint is, de a lakásban is. Ugyanis nagyon fontos az, hogyha megengedik már a katasztrófavédelmi szakemberek, hogy visszatérjenek a lakók a házaikba, amit korábban elöntött az árvíz, akkor a legfontosabb és legsürgősebb teendő az, hogy nyilászárókat nyissunk, és próbáljuk meg szellőztetni azt a nedvességet, esetleg még szárítókkal még fokozni, amennyire csak lehetséges, hiszen ebben a közegben nem csak a baktériumok, vírusok, hanem a gombák is nagyon jól érzik magukat, és megtelepedve ott később ugye allergiás, asztmás problémákat okozhatnak. Úgyhogy a száradást azt mindenképpen meg kell várni, és ezt követően tulajdonképpen lehet meszelni a falakat, az még egy plusz fertőtlenítő hatás, illetve a fertőtlenítő takarítást elvégezni a helységekben. Szóval lesz munka vele. Müller Cecília, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.